Sziasztok, Dave vagyok, és itt ül mellettem Sirius. Üdvözlök mindenkit. És ez itt a GameShort, és benne a Splinter Cell Blacklist. Bizony, végig is toltunk már egy egész küldetést, és hát haladunk tovább nyilvánvalóan a továbbiakkal, valamint láthattuk is az egész katonai bázisunkat felroppanni. Azóta egy repülőn lakunk. Egy nagyon menő repülőn lakunk egyébként. Megfelelő repülőn. Ja, na itt vannak co-op only, tehát akkor ezt csak ketten tudnánk, ez co-op solo Charlie, co-op solo Cobin adja ezt a küldetést, illetve itt van... Oh, ez igen, igen, ez és az, és itt van igazából a mi kis sztori küldetésünk. Csináljunk mellék küldetést, hogy menjünk sztorival. Menjünk sztorival, teljesen menjünk sztorival, sztorizzunk, igen. Sztori lesz a legjobb. Follow the trail of Cobin's weapons to strike the engineers. Okay. Sir, yes sir. No, I was asleep. Ever hear the Geneva Convention? I got rights, you know. Look, I'll tell you what. If you can find a payphone, I'll let you call your lawyer. Did you get anywhere with the recon? I'm still trying to build a workaround to grab a fee. Just give me 2 minutes. Sorry to interrupt. The president's office confirms 3 dev crew teams are prepped and standing by. Thanks, Ollie. Make sure they're ready on our go. You know what? Just give me this. Mizu. That's where the cash dropped. I mean, I'm sorry, I'm just wire transfer. No. Do you guys have any updates on that potential fourth location? We're just completing the trace now. Looks like the transfer came from Wawa, Eastern Iraq. Grim, I'm not getting any images. It's okay, I've got it. Van ám belmagasság ebben a repülőben. Mi van a repülőben? Belmagasság. Van. Looks like the largest of the 4 camps we found. Ez egy nagyobb vastag kis repülő. Listen up. Our best bet for Coben's buyer is Marawa. I want to be on the ground an hour ago. Charlie, track the satellite feed, map every weapon, vehicle, and man in that camp. There's a kid with a cap gun, I want to know about it. Will do. Briggs, prep a drone for overwatch. On it. Grim, coordinate with dev crew. We're gonna have to hit the other sites when we move on Marawa. We don't have enough time to prep, Sam. Oh. Toljuk a difficulty-t feljebb. I need to be on the ground as soon as we're over the camp. Azt most tudjuk megtenni majd. Most tudtad az előbb. Igen? Igen. Oh. Szerintem most is meg tudom csinálni. Logikus lenne, ha most is meg tudnám csinálni. Legalábbis remélem. That's right. Nobody asked you. You need information, not a body count. Get him out of here. Let's move. Just trying to... Okay. Segíteni akar csak. Üssétek a nyomozat. Smoke and sticky cams will help with situation awareness while keeping bad guys off balance. Nem, itt már nem tudom megcsinálni. Nekem is így tűnik, mindegy, akkor majd a következő küldetésben megpróbáljuk. Bizony. Sonar pose. Úgy érzem, hogy ez kell. Pisztolyunk rendben van, gadgetet vegyünk. Erre én már vágytam egy ideje. Egy távirányítós helikoptert, ha megvehet az ember? Tegye! Ennyi. Minden esetben tegye, ez elég egyértelmű. Jaj, van. 20 000-ünk. 100 000 a crossbow. Márpedig erre a crossbowra szükség van. Úgyhogy meg is mentjük azt a kis pénzecskét. És akkor a következőben. Azzal majd rámegyünk a jóságra. Simán megoldjuk. Közben Eli meg van őrülve. Eli! Mit csinálsz? Mérhetetlen bomba kutyám van. Olyan arcokat tud vágni ez a kutya, hogy olyan hihetetlen. Na és ezt be kéne vágni, ahogy így a technika alatt ül, és így... Nézd. Mert mondtad ki a nevem. De legalább az is az még egy... Hogy is mondjam, egy nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Legalább nem tudja lehudozni a technikát. Hopp. Igen. Ó, most akar a vaszkát húzni? Aha. Nem történt semmi látványos robbanás, én szeretnék egy látványos robbanás. Nem, mert most igazából nem az a cél. Hanem az, hogy ne vegyék észre, ahogy kinyírjuk őket. Egy repülőről? Kit érdekel? Sam, they know you're there. Camp's in lockdown. Mission scrubbed. Észrevették? Észrevették. Nem tudni miért, nem tudni hogyan, de észrevették. Ide bizonnyal valami nem úgy történt, ahogy kellett Igen. volna. Az az egy szem karakterünk tiszta sor, hogy elveszhet onnan. Még az se tiszta sor egyébként.
Ja, ezek a föntik azért elég sok mindent láttak szerintem. Igen. És most kéne, hogy azok jöjjenek, de nem úgy, mert hogy akkor most pont hátranéz a katona. Hanem amikor talán elmegy mellette. Elment mellette most. Szerintem az átcsó kettő. Ezt érted? Igen. Elélődtél valahogy. Komolyan? Igen. Lehet kimen... Target finderos. Igen, 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 tudom. De semmi baj, most már tudjuk nagyjából a rendszert. Szerintem nem halt meg. De. De, meghalt. Igen? Halál komolyan. Hát összeesett, érted? Valószínűleg nem csak cipőfűzőt kötött. Legugol cipőfűzőt kötni. Na, most meghalt biztos. Az most merre néz? Le a lépcsőn. Őt szed le előbb, és aztán ő. Igen, ha elég gyors vagy, akkor ez menni fog. Ő most ott hátrafele néz, a másik kettő meg megy. Igen, ő őt nézi, ő őt nézi. Ami szerint, amit elhalad, elhalad mellette, ezt le tudod lőni. Igen. Őt is. Ők ketten most mindketten háttal állnak a jobb oldalinak. Reméljük. Ó, most Briggs-el voltam. Ah, és most érkeztél meg. Kis ejtő eljött el. Eli, nem. Eli, nem. Mert hogy löködi a kamerát. Ja, a, tényleg arrébb, látom arrébb, arrébb pozícionálta a kamerát. Igen, egy picit. Sam, thermal on the UAV shows a cluster of hostiles. They're meeting in a house upriver. Charlie, I need recon options. Azért eljutnék ilyen tájakra szívesen, lövöldözés nélkül. Miért akarod őt kiszedni az egészből a far... jóságot? Mármint te lemennél oda így fegyverrel, úgyhogy csak az akkor érted. Ezekkel a cuccokkal? Szerintem nem lenne nagy baj. Mégis sikerül meghalnunk néha. Hát persze, de érted, visszatöltöm. Á, értem. Na végre van valami értelme, hogy ezt nyomogást. Get into the tri-rotor range. Sütálja oda melléjük. Aztán csapd agyon őket az ultra szuper helikoptereddel. Mindjárt. Ez a sárga piszta elkezdetben egyébként nagyon kis vonzó. Nagyon úgy én biztonságban érzem magam, hogy van nálunk egy ilyen eszköz. Igen? Ja, nem. legkevésbé sem. És milyen messzire vagy ez ilyen kis kábeles sokkolós pisz? Hát hallott, fogalmam sincs. No, őt viszont elkaphatod egy is úgyis. Hoppa.
Ja. De lesokkoltad rendesen a kerítést előtte, mielőtt őt sikerült volna elkapni, úgyhogy... Muszáj volt. Minden legnagyobb rendben. Nyilván láttad te is, hogy milyen volt ez a kerítés. Csúnyán nézett rád eléggé. Ja. Az olyan a játékban, hogy akkor is úgy csinálsz, mintha tudnád, hogy mit csinálsz, ha nagyon nem. Egyébként én is ezen gondolkoztam, hogy milyen dinamikusan haladsz végig, meg milyen jól izé, és egyébként valószínűleg csak nézelőd. Igen, egyébként tényleg csak nézelődök. De ilyen professzionálisan mész így félgoogolva. Elég kemény zombizmei lehetnek a csávónak, évek óta ezt csinálja amúgy. Körülbelül 3 lépést tudnék ezzel megtenni. Jó, meg egy játékot végiggyalogol így. Oh yeah. Trirator range, azt mondjátok? Ó, ott fönnben is tudsz repülni szépen. Most elrosonsz mellette? Alig észrevehetően állsz fölötte egy helikopterrel? Ez nagyon halk. Értem, ez egy ilyen varázs helikopter. Mert maga a 3 rotor kérdés is egy kicsit problémás. Eli, édesem. Visszatért a helikoptered. Sam, UAV images show tactical entry points around the side of the building. Na, az equipmentjüket szídják. Még jó, hogy nekünk ebből pont... Na! Ez az, amit látni akartunk megállás nélkül. Ez közel volt ahhoz, hogy ne legyen túlzottan. Meglehetősen. Annyira egyszerű. Vóó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 
És így pont beesne elé. Ennyit a biztonságra. Oh. Vissza fogják venni az, hogy itt lóksz ezen a farúdon. Meglehetősen valószínű. Na, itt az ideje, hogy beugorj itt ezen az ablakon, mert mi nem tudsz. Ops. Szedd már le onnan! Vagy valahogy csinálj, csak ne ugrálj föl le! Végül is beosontunk a házba. Csak az osonás része nem sikerült annyira nagyon jól. Ja, az elején ez a hatalmas... Maradjunk titokban felirat, ez mennyire volt komoly, Jan Vevendő. Neki már elég komoly rucia van, nem? Igen, igen, igen. Ezt nem akarom megtámadni így. Ja, mert hát ha így... Ja, így majd kevésbé lát meg. Ja. Ennek már van sisakja meg mindene. Ja. De azért csak eltörném a nyakát. Vagy nem? Nem, ennek csak nem törni el a nyakát. Yes, találtunk egy ablakot, amin kiugorhatunk.
elvesztette a nyomodat, úgyhogy elindult az ellenkező irányba. Szerencsére. Utolsó golyóval sikerült megölni, azért az megvan, ugye? Nem lehet berúgni. Milyen ajtó az, amit nem lehet berúgni? Á, oldalra tolós! Coben sends his regards. Megadjuk neki. Hát ő valami miatt rosszabbat érdemel, mint mindenki más a házban, úgyhogy... Szóval úgy tudom, hogy itt bizony nem lesz kínvallatás, mert legalábbis ez az interaktív fajta, nem? Mert közölték, hogy ez túl durva. Igen. Aha. Nézni, nem? Ja, ja de részt venni benne, igen. Leszette a hangtompítót azóta. Valahogy az fegyveréről. What's your activation key? 757 Bravo Victor 9 Oscar 98. For fuck's sake, I think you broke it. Grim, did you get that? Got it, Sam. All right. Who's pulling the strings? CIA. It's an outdated clearance. Get me a retinal scan. I want to talk to the man in charge. Come on. Let's go. You're talking to him. What the hell are you doing? His name is Jadid Hydos. He was MIT, not anymore. He was burned 5 years ago when they made him a double agent. No more games, Jadid. Blacklist. Talk. Oh, you goddamn Americans. Always playing cowboy. Quit stalling. You're too late. What are you planning? Lőd szét a kompjútert. Ez csak már nem küldött adatokat. Ez általában így szokott működni. Ho! Eldönthetem, hogy megölöm. Tudod mit? That's my boy! That's my boy! Oops! Oh. Azt hittett, hogy nem fog fazni. L2-vel simogatsz. Né. Nem. Jó az az ember ott, aki nézi, érteni fogja. Ha reach the signal. Majd az első-második rész után megnézhetjük, hogy az emberek tényleg azt szeretnék-e, hogyha lopakodnánk. Mert... Nem, szerintem mindenki így, igen! Csapjuk neki, rúgjuk be azt az ajtót! Hát őszintén szóval remélem, mert én nem vagyok alkalmas erre a türelemjátékra olyan mérhetetlenül. Sokáig, ja, meg egyébként szerintem azt milyen jó, hogy hagytak itt egy kötelet, különben sose jutottunk volna fel. Feljutottunk volna ide. Ha? Veszünk fel. Ja, így, értem. Kicsit Assassin's Creed-es a dolog. Inkább nyulas. Ilyen nyuszi ugrásban közlekedünk keresztül kasul itt a falakon. Tényleg úgy néz ki az egész, mintha a torontói srácok úgy döntöttek volna, hogy átmennek egy kicsit Montreába. És megnézik, hogy miben mesterkednek ott az AC4-en. És rájöttek, hogy mennyire menő így ugrálni. Bizony. Nincs ember. Ó, egy kis muníció. A repülőről behorgolták ide. Bizony. Ott láttam egy olyan fejlesztést, hogy több ilyet tesz le a játék. Hát mivel még mindig az ingyenesen használtok kis pisztolyunkat használjuk, azért a lenézés is milyen az a szinkrides volt amúgy. Ahogy odaértél a szélére és lenézett a karakterünk. Jaja. Nyúszül a fűben, szívja rági csálja. Ő volt a benzines generátor szakértő, úgyhogy sajnos mostan... Ne! Juhu! Ez az ablakon kivágás, ez valahogy nem megy ennek a játéknak. Nem. Meglátta.
Nem baj. He's not pretty. Hogy eddig is bejött itt ez. Ja. Meg az a helyzet, hogy valószínűleg én azt sem merném, hogy egyszerre négy végtagom elhagyja a falat. Tehát, hogy legalább egy, az jó, ha úgy jelzi, hogy hol van, hova kell nyúlni. De. Itt nincs senki. Nincs. És megfordulunk is, tudod, éppen egy sisakos, páncélos, shotgunos katonai találkozó van itt. Eszik a pörköltet, és így fölnézünk. Ott. Megjelöltem egy ember. Hopp. Ott van még egy. Ide hívom. Hívjad, van nálad ilyen hangszóró? Nem, ilyen. Ez mi volt? Szerintem lát. De hogyan? Nem tudom, mondjuk kilógott az egyik ekkora zöld lámpád? Lehet, ez csak egy tip. De nem, mert el vagyok bújva. És ha el vagyok bújva, akkor ne lássál! Altatós kamera? Aha. Megdobod vele, lepattan a fejéről, aztán így. Lehet egy ilyennel elaltatni több katonát? Teszem azt. Kell neki altatós kamera? Az UNS ebben a játékban minden magasságban lényegesen veszélyesebb, mint bármi más. De nem, onnan tudsz, hogy nem törtem el közben a nyakát. Igazából még el is törhetted közben, miközben kapaszkodsz, megpróbálsz nem átesni, őt átrántani félkézzel. Most el vagyok bújva, keressetek meg! Jaj! Kijátszottad? Éber volt, ugye? Másik irányba szaladt. Nagy hiba volt, barátom. Én nem vagyok szívbajos. Húzzad a ravaszt, az a lényeg. Pontosan tudjuk, mennyire unlimited töltény mennyiség. Következő körben állítsuk nehezebbre majd. Ne röhökessünk ilyen jókat közben. Ő neki páncélja van. Az igen! Sanszos volt, hogy így győzünk így. Hát akkor, ha nem sikerült, sétáljunk el. Az megvan? Hogy nem, hogy a füstben lát ez az ember. Mert ő kemény. De me ennyire? De nézd már meg, milyen sisakja volt. És? Menjél már. Honnan, várjál, mennyit ölt? Nem mondod. Gyerünk, go ahead. Emlékezz, a magasság a fegyvered. Semmi más, a magasság, a hangtompítós pisztoly nem ér sokat, de a magasság mindig jó. Először is a villanyszakembert kell leszedni. De hiszen nincs is itt. Túl gyorsan érte ide. Kihúzhatod! Yes! Kaptam érte 10 rongyot. Csak ne röhögél. Hol lőnek gépfegyverrel?
Ja, ezek közben gyakorlatoznak. Ja, jól teszik, amíg nem rajtad. Na, most úgy csinálok, mintha nem néznék az egyik irányba. Hát, ha valaki szeretne átvágni azon a fólián, ami miért is ne. Atasd el. Szerinted át lehet azzal vágni, ha a lábánál megszólal egy hang? Aha, át lehet előtte sétálni, úgyhogy végül is. Run for your life! Másik irányból is jönnek. De csak egy ember, hát szoktad ölni. Haló, Feri! Te se számítottál ránk, mi? Most azt mondogatták, hogy borra-borra vagy, hogy balra-balra. Sose derül ki. Ja, ki akarod használni a legnagyobb fegyvered, a magasságot? Én nem vagyok benne biztos, hogy ez az akció most minek számít a három verzió közül. Megcsináltam. Meg! Meg! Ne! Ne! Szóval is rácok, hát ez így van. Nehézséget fogunk állítani. Igen. Azt hiszem, a frontális átszaladás egy ilyen játékban nem opció. Tutuska. A frissülési sebességét tisztelem a legjobban ennek az eszköznek. Lassú. Na ne. Nem tudok kijelölni a mögötte lévőt. Szerintem félig direkt. Ó, oh, őt el kell kapni. Akkor átváltok non-literre. Hey, you. Hála az égnek, ugyanezt az utat nem tudták a kedves társait betolni, amit ő... Te. Jaj, gyere! Nem volt bilincs a kezén, miután megbilincseltem. De lehet, hogy ilyen nylon cucc, igen. Ja. Az a műanyag szalag, ami borzalmasan kényelmetlen lehet, úgyhogy... Lehet, mi? Figyelj, koncentrálj egy következő futásodra. Meglehetősen sokáig fogom hallgatni, ugye? Szerintem a sorozat végéig. Jaj, alszik. Elaludt. El. Hát mert ez az egyik feature-e, amit itt tud. Ezért így annyira nem vagyok meglepve. A másik a temérdek mennyiségű piszok gyártása. És válogatott helyen való elhelyezése. Hát ez igazán kemény volt. Nowhere.
Azt hiszed itt az idejegy a fegyvernek? Igen. Igazad lehet egyébként, úgyhogy jó lesz ez. Ugorj le! Ja, hogy ez csak ennyi? Kapom a zsetont azért, hogy életben hagytam őket. Itt mindennél pénzt kapsz, ha megöled azért is, ha nem, akkor azért. Bizony. Ezért tartott az amerikai állam, ahol tart. Hol? Hát, államadóság, ilyesmik, tudod. Hol? Vagy nyugaton. Well. Elérkeztünk mai epizódunk végéhez is, ő rossz arcú, vörös hajú kolléga, akinek ez a feladata már is közli veletek, hogy ennyi lett volna mára? Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!